A nemzeti konzultáció jegyében a készülő földtörvényről 168 társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány képviselőivel folytattunk ma egy egyeztetést a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Az egyesületek elkötelezettek a Nemzeti Vidékstratégia megvalósítás érdekében, és ezért terjesztettek elő különböző javaslatokat, és a Vidékfejlesztési Minisztérium, amelyre az a történelmi feladat hárul, hogy egy olyan földtörvény szülessen, amely a kormányprogrammal összhangban a családi gazdaságokat támogatja, az agrár középosztály megerősödését támogatja. Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi érintett szereplővel legyen egyeztetés. Így már tekintettük a családi gazdaságokat, a birtokméretekre, a földforgalomra vonatkozó elképzeléseket, a helyi közösségek szerepét, és egy nagyon hasznos egyeztetéssel vagyunk gazdagabbak. A jövőben is folytatjuk ezt a munkát. Hasznos volt az egyeztetés azért, mert a tárcaálláspontot is föl tudtuk vázolni, hiszen több mint 400 módosító javaslat van a földforgalmi törvénnyel kapcsolatban, illetve egyeztetni tudtunk a társadalmi szervezetekkel, akik elkötelezettek a családi gazdaságok erősítése érdekében, és ennek megfelelően fejtették ki véleményeket a törvénytervezettől, illetve a módosítókról.